Az anyagnak a címe Novogin, ami igazából egy francia csirkemárkát jelöl. Ez egy ilyen úgynevezett kereskedelmi tojó, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan fajta tyúk, amit arra fejlesztettek ki, hogy nagy mennyiségben, standard minőségben toljon tojást. És ez az anyag igazából egy egyetemi projekt keretében kezdett el megszületni. A MOME idén részt vett a Brede Fotó nevű holland fotóbiennálénak az akadémiai versenyprogramjában. És ez egy tematikus fesztivál, minden két évben más témaköré szerveződik a tárlat. És idén ennek a fesztiválnak ez a To Infinity and Beyond volt a mottója. Ugye a végtelenbe és tovább ismerős lehet bizonyos filmből. Igazából a fesztivál azt a kérdést feszegette, hogy a technológiai fejlődés merre viszi az emberiséget, és vajon hasznunkra válik-e ez a technológiai fejlődés, vagy ez romba dönti a társadalmat. Arra kértek fel minket, hogy mi fotográfusok erre a témára reflektáljunk. Eleinte azért kezdtem el foglalkozni a csirkék témájával ennek a hívószónak a kapcsán, mert érdekelt a klónozás, meg az egyéniség kérdése, és eleinte csak egy nagy tárlatban gondolkodtam csirkeportrékból. Viszont ahogy elkezdtem utána járni ennek a csirke kérdésnek és a csirke kultúrtörténetének, rájöttem, hogy egy nagyon izgalmas történelme van ennek az állatnak, ami igazából teljesen végigkíséri az emberi történelmet és a mi társadalmunkban a változásokat leköveti. Tulajdonképpen az a csirke, amit most ismerünk, az a II. Világháború után került kifejlesztésre. Azelőtt már a rómaiak nagyon szerették a csirkét, meg egyébként az egyiptomiaknak is volt már keltetőgép, meg minden, de a középkorban ez egy elég erősen hanyatlásnak indult. És igazából a II. Világháború okozta ilyen gazdasági, meg hát mezőgazdasági válság kapcsán kezdték el újra így elővenni a csirkét, és akkor lett egy ilyen háztáji állatból egy ilyen technológiai csoda, amit most ismerünk. És ez nagyon inspiratív volt számomra, hogy ez tulajdonképpen ugye egy természetes lény, de valójában egy szinte teljes egészében ember alkotta dolog, és ez egy nagyon izgalmas kérdést vett fel szerintem azzal kapcsolatban, hogy konceptualizáljuk a természetet, vagy mit nevezünk természetnek, vagy természetesnek, azt, ami születik, vagy azt, amit kontrollálunk. Úgyhogy ez egy nagyon jó téma volt, amit aztán utána elég sokáig tudtam bontogatni, és eléggé messzire jutottam vele, azt hiszem. Eleinte csak annyi volt a fejemben, hogy hú, akkor én most lefotózok nagyon-nagyon sok csirkét, mert ez egy izgalmas élmény lenne tulajdonképpen, hogy ezt így egyben meg lehet nézni, ennyi portrét. És akkor elmentem erre a bizonyos csirketelepre, ami egy dél-magyarországi kis faluban van, Bezedeken az Isten háta mögött, és természetesen őszi fél év volt, úgyhogy rettenetesen hideg volt. És hát nagyon-nagyon nehéz volt a csirkéket fotózni, mert ezek ugye ilyen különleges körülmények között vannak tartva, teljesen steril a tápanyag is, vagy az a táplálék is, amit esznek, meg ők maguk is ilyen izolált ólakban vannak, úgyhogy be kell vinni a stúdiót tulajdonképpen a csirke ólba, úgyhogy egy elég komoly kihívás volt ezt így technikailag kivitelezni. Nem olyan egyszerű tulajdonképpen ilyen csirkéket lefotózni, úgyhogy az első kör az igazából arra volt jó, hogy megerősített abban, hogy ez egy jó ötlet, mert izgalmasnak tűnt, de nagyon sokat kellett kísérletezni utána technológiailag, hogy ez működjön, meg nyilván ki kell tapasztalni, hogy lehet rábírni egy ilyen csirkét, aki az életben nem látott még embert, meg fotostúdiót, meg semmit, hogy ott maradjon egy ilyen kis helyen, és egy helyben maradjon. Az utolsó napon jöttem rá egyébként, hogyha megfogod a csőrét, akkor annyira megijed, vagy annyira lesokkolódik, hogy 2 másodpercig teljesen mozdulatlan marad, és akkor le lehet fotózni, de hát 7000 képet kellett csinálni, mire meg lett ez a 168 portré. Ezeket a csirkéket arra használják, hogy a tojásaikból gyógyszergyárban vakcinákat készítsenek. Az a lényeg, hogy ők tojnak ilyen fantasztikusan szuper minőségű tojásokat, amiket előkeltetnek keltetőgépben, majd beleoltanak egy vírus injekciót, és utána visszateszik ezzel a vírussal fertőzött, már embrió állapotában lévő tojást keltetőgépbe, ahol az embrióval együtt tovább fejlődik ez a vírus is,
És ezt utána lecsapolják, ezt a folyadékot a tojás és az embriók közül, és ez lesz tulajdonképpen az oltóvakcinának az alapanyaga. Ezért nagyon fontos, hogy ezek a csirkék ilyen hiper-szuper steril körülmények között legyenek tartva, szűrt levegővel, programozott fényjel, szóval ők nem találkoznak semmilyen szinten a külvilággal. Ott a helyszínen keltetik őket, szóval ők ott így tulajdonképpen az, a teljes életciklusuk ezen a telepen zajlik. Nagyon izgalmas fények vannak például a telepen, mert tulajdonképpen a csirkék teljesen szeparálva vannak a feldolgozó, vagy szóval a tojásválogató és egyéb területektől. A csirkék egy ilyen nagyon karakteres vörös fény alatt vannak tartva, amit így, ezt a lámpasort egy ilyen számítógép vezérli, mert ezzel át lehet őket verni, hogy hány nap is telt el bizonyos idő alatt valójában. És a csirkéken túl pedig egy nagyon izgalmas ilyen UV-kék fény van, ami egy nagyon jó pofa kontrasztot ad, és egy jól mutatja azt is, hogy tulajdonképpen teljesen átjárhatatlan az ő világuk, meg a mi világunk, illetve hát a keltető térben meg egy ilyen hideg-fehér fény van. Úgyhogy elkezdett ez nagyon erősen inspirálni, és azt gondoltam, hogy ezt feltétlenül be kell emelni az anyagba, ezeket az enteriőröket. Illetve az is nagyon fontos volt számomra, hogy bemutassam azt a folyamatot valamilyen szinten, ahogy tulajdonképpen a tojás létrejön, vagy szóval megtolja a tyúk, és aztán eljut az oltó injekció létrehozásáig. Úgyhogy van egy 11 képből álló sorozat a portrék mellett, ami végigkíséri ezt a folyamatot, és bemutatja az injekciógyártásnak a lépéseit. Igazából az volt még egy nagyon nagy ilyen löketet adó dolog ebben a projektben, amikor rájöttem, vagy hát megtudtam, hogy ezek Novogene márkájú csirkék, és utána néztem annak, hogy ez így, hogy is van prezentálva ez a termék, mert hogy ha felmegy az ember a Novogene honlapjára, akkor egyébként a kis legördülő fűben termékek között lehet kutatgatni, úgyhogy ez nagyon erősen beindította a fantáziámat. És így jött az ötlet, hogy aztán a projektbe egy-egybe átemeltem tulajdonképpen a csirkéknek a használati útmutatójából, illetve a cégnek a marketing szövegeiből is darabokat. Azt gondolom, hogy ezek hihetetlenül expresszív szövegek, nagyon-nagyon izgalmasan beszélnek arról, hogy hogyan konceptualizáljuk ezeket az állatokat. Tulajdonképpen ezeknek a csirkéknek minden paraméterre számszerűsíthető, ami hátborzongató szerintem, és nagyon fontosnak gondoltam elmondani, mert szerintem egy nagyon izgalmas adalékot ad ehhez a projekthez, és nagyon jól kifejezi azt egy általános attitűdöt is igazából a környezetünkhöz. Azt gondolom, hogy egy nagyon arrogáns viselkedés valójában az, hogy mi mindent leírhatónak képzelünk el a környezetünkben, és igyekszünk megragadhatóvá tenni. Ugyanakkor az egy nagyon fontos dimenziója ennek az anyagnak számomra, ahogy ez az agresszív és arrogáns viselkedés rezonál azzal, ahogy emberekről gondolkodunk sokszor. Tehát például az, hogy a csirkéknek fel van osztva az életszakasza egy 18 hetes növekedési periódusra, és utána egy halálukig tartó termelési periódusra, szerintem egy nagyon izgalmas, és hát azt is mondhatnám, hogy tényleg egy hátborzongató dolog. De tulajdonképpen, hogyha úgy veszük, akkor az emberi élet is mondjuk bizonyos kontextusban, mondjuk nem tudom, politikai szférában, vagy ilyen globális gazdasági statisztikák esetében azért így van kezelve. Egyszerűen húzom egy vonal, és akkor ennyibe kerül a te oktatásod, ennyibe kerül a te étkeztetésed, utána ennyit fogsz dolgozni, akkor abból ennyi adót fizetsz be, és a végén kijön a matek, hogy ez megérte, vagy nem, és ez egy elég borzasztó dolog. De azt gondolom, hogy a csirke egy nagyon jó metaforája igazából az emberi létnek ebben a projektben. Azért valósulhatott most meg ez a kiállítás itt az Artmarketen, mert megnyertem a Kapa Központ által szervezett 2018-as Budapest Portfolio Review-t, és ez egy nagyon izgalmas környezet, egy nagyon izgalmas szituáció bemutatni ezt az anyagot. Ugyanakkor egy nagy kihívás is, mert ugye egy elég terjedelmes munkáról van szó, sok részből áll. A csirkéket is úgy fotóztam, mint termékeket, és ezeket a marketing szövegeket is beemeltem, és ez azért mégis egy fontos szempont, vagy egy jó adalék, hogy egy vásáron vagyunk, úgyhogy igazából az ötletünk lett, hogy ezt úgy kell most ezúttal bemutatni, hogy egy kicsit kihangsúlyozzuk ezt az expo hangulatot.